Itt, a dél-zalai település külterületén, a lakóházaktól mintegy 250 méterre épülne fel az ideiglenes menekültábor. A híradó úgy tudja, a konténerekből és sátrakból álló tábor maximum 1000 illegális bevándorló befogadására lesz alkalmas. Még tartanak az egyeztetések, de előreláthatóan augusztus végén, szeptember elején kezdik meg az építkezést. Félek, magyarul mondva félek. Nem csak ez az idős, sormási férfi fél. A szerdai lakossági fórumon több kisgyerekes anyuka is megfogalmazta aggályait. Azzal, hogy a rendőrautó a főutakon mennek, cirkálnak, azzal nem vagyunk mi biztonságban, ugyanis kerteken keresztül bejöhetnek a lakásba. Pogácsás Tibor szerint teljesen érthető, hogy a helyiek és a környékbeliek félnek. Az elkövetkező napokban ezért egyeztetéseket folytatnak a település vezetőivel, és közösen igyekeznek megoldást találni a valós problémákra. Az önkormányzati államtitkár a fórum résztvevőinek megígérte, a kormány mindent megtesz azért, hogy Sormáson a közbiztonság legalább olyan szintű legyen, mint eddig volt. Nem csak az a, amit mi szeretnénk, hogy az önök megfelelő biztonsága meglegyen, ez az alapcél, de ezen túlmenően egy olyan lehetőséget, környezetet kívánunk teremteni a településnek, hogy a befogadó állomás megszűnte után a település tovább tudjon fejlődni, és egy igazi virágzó település lehessen, ne a negatívum maradjon meg önöknek. A kedélyek a lakossági fórum után sem csillapodtak. Mikor ezek a fiatal emberek idejönnek, hát ha ők a háború elől menekül, mert harcolt a háborúban, akkor nem a családját, de vannak úgy a kötelessége ide küldeni a gyerekeit, meg a feleségét, és otthon maradnak? Nem, ő fogja magát, azt elmenekül ide, mert... Sokan úgy gondolják, még mindig nem ismernek minden részletet a tervezett menekültáborról. Épp ezért nem tudják, mire számíthatnak. Mi fog még ezután következni, amikor ez már nagyon rövid időn belül ilyen módszerekkel történő dolog előfordult? Miben bízhatunk? A sormásiak és a környékbeliek folytatják tiltakozásukat. Péntek délután félpályás útlezárással demonstrálnak a menekültábor megépítése ellen.